Üdvözlök mindenkit, Benyoboly vagyok, és ez még mindig a Krok 2 végigjátszásom. Krokkal együtt visszatértünk a kozákok földjére, most már innét a havastájakról jelentkezünk. Nem is szaporítom tovább a szót, mivel úgy fent két túnosban felvett két pályát szeretnék bemutatni. Az első pedig egy versenyzős pálya. Minden világban van egy versenyzős pálya, vagy legalábbis egy olyan, amin járműven kell haladnunk, és az utóbbi is ilyen lesz, szóval nem kell, nincsenek ellenfeleink. Pontosabban nincsenek Dantinik, hanem magunk ellen, a képességeink ellen, illetve az idővel, vagy hasonlóak ellen kell küzdeni ebben a pályában. Ennek története annyi, hogy vannak gobók, akik a magas csúcsra rekedtek és nem tudnak lejönni, hogy Krognak kell segíteni, egy sárkány repül meglovagolva, úgyhogy menjünk is be, és kezdjünk neki. Úgyhogy ilyen kellemes, lájtos zenéje van, ilyen nyugodt, nem is, tehát nem annyira pörgős, mint a motocsnak verseny, vagy később az autóverseny, mert lesz olyan is. És itt a csüggő, illetve lebegő gobókat kell felszennünk mind a hetet, illetve a gyémántokat eléggé ajánlott. A pálya egyetlen nehézség az a 100 gyémánt összegyűjtése, az szinte nekem soha nem megy, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy fog menni. Én nem, azt sem tudom, hogy a Krok hogy veszi fel ezeket a gobókat, szóval ott lónak a kötélen, és így van annyi ideje Kroknak, hogy így a kibogazza a kötélből a gobót, vagy nem is értem. Na mindegy, gyerekjáték, nehezen akadjunk fönn. És vannak ilyen füstös, ilyen karikák, ezek gondolom ugye légáramlatot kívántak jelezni. És igen, vannak ilyen levegő sziklák, így a semmiben ilyen sziklaszigetek, elég érdekes látvány nyújtanak. Úgyhogy, ugye nem szabad, hogy beleessenek a lávába, nem szabad otthagynunk őket, úgyhogy mi vagyunk a felmentő sereg. Úgyhogy tényleg nem egy nehéz pálya, kezdésnek pont tökéletes, és elég rövid is, és utána mehetünk majd egy újabb, idézőjelben igazi pályára, egy platform részre. Próbáljuk felszedni a 100 gyémántot. És pont a kör közepébe kell érkeznünk, hogyha meg akarjuk szerezni az összeset. Na. Meg lett, el se hiszem, emberek, sikerült, megvan. Megvan a 100 gyémánt. Tényleg nem érdekel, mit mondasz, megvan a 100 gyémánt. Hú, köszönöm. Hát ez, nem tudjátok elképzelni, hogy ez mennyire felüdülés nekem, és mekkora örömmel tölt el, hogy ezt most sikerült megcsinálnom, mert tényleg iszonyat nehéz, nem egyszerű oda leérkezni. Pont úgy kiszámít, hogy legyen annyi, ne? Csak csúszál, légy szíves. Szóval, hogy pont úgy megérkezni, hogy legyen elég lendületünk. Úgyhogy következő, most itt megállítom a felvételt egy pillanatra, és Swap Meet Pete-hez fogunk bemenni bevásárolni, és mehetünk a következő pályára. Na, sziasztok! No, akkor menjünk be, ahogy mondtam. Nem érdekel, mit mondasz. Itt kell nekünk egy piros zselé, és egy robogobó. Egy elége nem lesz, ez még nem lesz olyan nehéz rész, úgy gondolom. Úgyhogy bízok a képességeimben kivételesen. Nézzük, mi a pálya története. Gyorsan Krok, gobók, ők is beszorultak a jeges. Megint nem tudom, mi a kép bányákba, és hogy meg kell mentenünk. Úgyhogy hát menjünk és mentsünk meg. Érdekessége a pályának, hogy nem tudunk visszamenni. Tehát, hogyha egyszer bejöttünk, akkor már csak akkor jutunk ki, hogyha megcsinálunk mindent. Úgyhogy hát igen, ez kellően kihívó az a pálya. Igen, ezt vigyázni kell, hogy hallatjuk, hogy itt így ropog a híd alattunk. Ez azért fontos, ugyanis ezeket a különböző hordókat kell majd felrobbantanunk, vagy ezeket kell tologatni, és ilyen mini játékokat. Itt gyakorlatilag ezek ilyen logikai feladványok, logikai mini játékok, hogy úgy kell össze-vissza tologatni, hogy a híd ne szakadjon le, mert ha rátjuk, akkor tényleg le fog szakadni. Pedig a hidat tudjuk felállítani, de még nem kell nekünk. És nem tudjuk teljesen, nem tudjuk áttolni, úgyhogy majd át kell ugranunk. Hoppá! Kicsit furán ugrott a Krok, de bízom benne, hogy nem fog leesni. Jaj, mégiscsak leestem. Rossz, elég rossz ütembe nyomtam meg sajnos, de mindegy, egy életet elvesztettünk, de hát ez még belefér. Igen, hát rég használtam ilyet, meg rég voltam ezen a pályán.
Na, meg vagyunk. Igen, megvan a piros is, megvan a szívecske, megvan a gyémánt is. Itt egy nehéz rész van a játékban, méghozzá nem más, mint felszedni a gyémántokat. Vagyis a majd nem is a gyémántokat, hanem magát a serleges rész minipálya lesz, ami nagyon-nagyon-nagyon nehéz és frusztráló, de hát bízunk benne, hogy sikerülni fog. Úgyhogy törjük szét ezt is. És látjuk, hogy ha ráérlőjük erre a kapcsolatra, akkor az egész úgy fog maradni, de mivel nincs most semmi, amivel le tudjuk rakni, rá tudjuk tolni ezért ezt a kis úgy ilyen pályaelem, vagy ilyen grafikai textúrát kell kiütnünk, ami hát egy ilyen gyakorlatilag ilyen jéggel betömött lyuk, tehát itt... ja, igen. Most tudom. Igen, igen, így kell. Jaj, most majdnem megint beestem. Kicsit most sietek, pedig nem kéne, mert... Na igen, itt is van egy... gyémánt, azt nem illene... elszúrni, de sikerült. Igen, látjuk, hogyha gyorsabban ugrunk, mint ahogy megjelennek, akkor... nyerünk egy kis egérutat idő szintjén. Beszünk ezzel a gobóval. Hú, rögtön lett egy örök barátunk. Rögtön lett a legjobb barátunk, úgyhogy ez Kroknak elég jól megy a ismerkedés. Bárcsak nekem is így menne, de hát sajnos nem így megy. De nem mindegy, nem akarok a magánéletemben turkálni. Úgyhogy... most a gobó meg fogja nekünk nyomni a gombot, hogy a híd az úgy... összeálljon egy egészé, és tovább tudjuk tolni ezt a... ládát. Nem tudom, hogy ez a láda hogy került ide, vagy ez a hordó, pontosan egy dinamitus bombás hordó, hogy került be ilyen tökéletesen kocka alakú jégkockába, de... de hát, figyeljünk oda, és biztos, hogy volt valami története ennek, csak még mi nem tudjuk. Most egyre nem ide kell mennünk, hanem van egy fa, ami elállja az utunkat, úgyhogy most megint szét kell törnünk ezt a kis jeges részt. Jaj, de jó, dobozok, már rég találkoztunk. Kedves kis dobozkák, kívánok a dobozokat tényleg. Most tudom is, mert le is kell majd mennem. Jó, hát ez... érdekes lesz, nem, hogy van checkpoint, úgyhogy... hú, megvan ez is, nézzük mit mond. Kösz, hát ő most nem spilázta túl a dolgot, hogy... legjobb barát, örök barát, igazi hős, hanem hát így megköszönte, úgyhogy... á, és pont leestem, pedig majdnem megvolt. Nem baj, van életünk bőven. Bőséggel, hoppos, megint majdnem kicsit így. Ma megvan a kéked az. Ma úgy szoktam, azt akart, az volt a terv, hogy... ennek a felső dobozra esünk, vagy rálépünk, és mert hagyjuk, hogy széttörön alattunk, akkor pont arra az alsó blokkra fogunk esni. De sajnos nem sikerült, úgyhogy most vágassuk ki a fát a krokkal. Krokkal, gobóval. És majd ezen a fán kell áttolnunk majd a... azt a jeget. Hát igen, ez egy elég vastag fenyőfa, és... hú, az szépen eltűnt az a gobó. Ő sem mond már többet, hát de minden. Úgyhogy... hát elég érdekes, mert nekem ez vastagabbnak tűnt, mint ez a fenyőfa. Meg hát nem is tudom, hogy a lombkorona, meg így, na mindegy. Meg ott elég necces azért, ott milyen magas lejtő van itt, vagy emelkedő. De átfért rajta, de jó. Jó, kiszámították. Mondom, ezek a gombok, ezek ilyen matematikai zsenik, úgyhogy... ki benne bíznánk, hogyha bennük. Használjuk fel a robogobónkat. Igen, erre amúgy se tudtunk volna felmenni, mivel rezgett a híd. Vegyük fel a szíveskét. És én igen, így meg szoktam kerülni a fa mögött, mert így nagyobb kihívás, nem úgy meg lehet kerülni, pont lesz annyi időnk elvileg. Úgyhogy tele vagyunk élettel, és ez is megvan, úgyhogy... jó, igen, és össze is gyűjtöttük a gyémántot relatíve hamar. Ami azért jó, mert hogyha most elszúrom ezt a pályarészt, amint csak dobozokból fog állni, akkor nem fog annyi felvétel elveszni, úgyhogy kezdjünk is neki. Á, és elszúrtam, nem hiszem el, ó, emberek! El se hiszem, úgyhogy hát sajnos újra kell kezdem a felvételt, úgyhogy mindjárt visszajövök.
Na, a csapó 2 újra összegyűjtöttem. A gyémánatokat úgy is próbáljuk meg. Hát, ha most sikerülni fog ez a fránya. Dobozos pályarész. 2. Hú, ez is necces volt, de megvan. Igen, először pont is szúrtam, hogy túl sokat tököltem, nem vártam meg, és nem ugrottam olyan gyorsan, de szerencsére megvan, ezt már nem veheti el tőlünk senki, haha. Úgyhogy annyi változás történt az előző felvételhez képest, hogy most még mínusz egy életecském van, de majd mindjárt úgyis feltöltjük 100-ra. Na, erre totál nem emlékszem erre a részre, ez teljesen kimaradt. Hát igen, az emlékek is sajnos kezdenek megkopni, úgyhogy... Hú, hát ez elég... bátor dolog volt tőlem, de sikerült elkapnom. Meg átugrottam effektív azt a dobozt, úgyhogy ennyire awesome vagyok. Na nézzük, ez elég furán kinéző gobó. Igen, hős vagyok, igen. Nem tudom, ami lány lenne, vagy nem is tudom. De hogy olyan 80-as évekből ragadt itt, az nagyon biztos, úgyhogy szegényt jól elfelejthettették a többiek. Na, ugráljunk át, ez már az egy fokkal könnyen azért. Üssük meg a gongot még egyszer, miért? És van nála valami kis ilyen pajszervas-szerűség. És meg fog állítani nekünk ezt a pörgő hidat. A fogaskerekek közébe rakja valahogy. Én ez elég bátor dolog, tehát... Hogyha nagyon erősek a fogaskerekek vagy valami, akkor mit tudom, be is darálhatja. Úgyhogy... Tehát ezért nem szólt például ventilátorba se dugni dolgokat, úgyhogy... Na mindegy, úgyhogy... Bátor kis gobó volt ez, úgyhogy lassan vége ennek a pályának. Lesz egy belső rész. Mert most oda fogunk bemenni. Na, szépen be is tolódott az a kis ládikó. Fel kell vennünk egy ugyanolyan TNT-t amúgy. Őt látjátok, valaki ott kaparászik, ott valaki ki akar jönni, úgyhogy engedjük ki. De először nem beszélek, mert nem fölveszem itt a dobozt, mert miért, na. Na nézzük, most itt ki van, mit van. Gobo Happy Croc Save. Igen, eléggé gobok szeretik törni az angolt, ilyen Yodon Ester módjára. Megvan a 90 gyémántoska, és... És a gobó fel fog menni a liftre, és a gombra, megyünk a lifttel, mi megállunk ezen, és csúszunk egészen ideig. Ha ügyes vagyok, akkor meg tudom csinálni, hogy becsúszok a izével együtt. Aha, ezt mindig is szerettem. Na igen, itt vagyunk. Croc megmentett az összes gobót, cserébe viszont mi is meg tudunk menekülni a pályáról, ugyanis ezzel a jégcsákánnyal szépen körül vágja ezt a dobozt, vagyis mondok mindig dobozt, ezt a TNT-s okosságot, ilyen puskaporos hordót, és végre már menekülhetünk ki. Hát, hogyha elszűrjük, akkor semmi gond, ugyanis ugyanez a puskaporos hordó visszatermelődik az előző pálya részen, tehát a belső részen, szóval ha esetleg félredobnánk vagy valami, akkor ne aggódjunk, úgyhogy ki is tudjunk menni. Ezt még megmutatom itt ezt a tök ötletes megmondja, hogy ez a szökőkút lenne itt, csak ez is megfagyott, úgyhogy biztos hideg lehet. Kész, az első igazi platformos pálya. Fekjük, no problem, igen. Még mindig irtozatosan változatos ilyen téren a játék. És meg is van a serlegünk, másodjára sikerült, úgyhogy ez nem is rossz arányhoz képest. Ennyi is lett volna, következő részben találkozunk. Sziasztok!